A Városi Kutyatárból télen a hóhelyzetről, most nyáron meg a hőséghelyzetről adhattunk tudósítást, bár itt mindig helyzet van, mondja Kovács Marika, az Állatvédő Egyesület vezetője. Vannak szerelmi helyzetek is, például a tavaszi szerelemnek a lecsapódása ért el minket, úgyhogy annyi leszármazottunk van, hogy ideiglenes befogadóknál és nálunk otthon is nagyon-nagyon sok kutya baba van, kutyakölyök van. Úgyhogy az embereknek meg a találékonysága az kifogyhatatlan. Tudnélik az a legjobbik eset, hogyha hozzánk bekerülnek ezek a kis állatok, illetve el tudjuk őket helyezni. Az viszont, hogy az emberek olyan találékonyak, olyan helyzeteket teremtenek, hogy mi alig tudjuk kimenteni, megmenteni ezeket a szerencsétlen választott vagy párhetes kis állatokat. Például egy vasárnapunkat azzal töltöttük, hogy térdig jártunk a mocsárban, mert valakinek eszébe jutott, hogy a nádas mellett letesz két választott 6-7-es kiskutyát, és hát riadó lánc, mert ugye a sírás jött ki, a kiskutya sírása, mást nem láttunk, egy kiskutyát tudtunk kimenteni, nem tudom, hogy hányat raktak ki. Azon kívül 4-es mellett, megint 6 darab, 4-es főút mellett 6 darab kiskutyát dobozba csak úgy kiraktak, volt, aki elütötte, felborújtották a dobozt, úgy szedtük össze, meg jobb érzésű emberek megálltak és próbáltak segíteni. Aztán olyanok, hogy egyszerűen olyan nem törődöm emberek, akik az anyakutyával sem úgy törődnek, de kiszáradva, lerágva, 2-3 hetes pici kutyákkal, ahol mellette van a csap, csak egy edény kérne, és odafigyelni, hogy a 40 fokba inni adjon neki legalább, vagy nem vett észre, hogy kifolyik az edényből a víz például. Ő mindig ad neki inni, de sosincs benne víz például, és a szerencsétlen kutya az majdnem elpusztult. Ő alóla tudtunk kimenteni egy körülbelül, vagyunk nem is, 5 kiskutyát, akik szerencsésen túlélték a helyzetet, bár akkor a halálukon voltak, és ezt köszönjük Dániel Mihály doktor úrnak, tudjuk a szabad napját is feláldozva ezt az 5 kiskutyát úgy ellátta, hogy infúzióval fel kellett tölteni őket, és én még ennyi bolhát, meg ennyi élősködött pici állat, egyszerűen én még nem láttam, pedig néhány helyzetet már láttam. A több hetes nagyon meleg időszak alatt minden aktivista talpon volt. Ez állandó ügyeletet kívánt, természetesen az amúgy is kevés számú önkéntes, aki itt, tehát itt mindig meg tudom számolni a két kezemen, hogy hányan dolgozunk, ugyanazok az elszánt emberek dolgoznak tovább is, és hát mi váltogattuk egymást, és délben, reggel korán, késő este, tehát egy picit a napi rendjüket is felborítva tudnélik, hát nyilvánvaló ez a hőség, nem tudunk ellene mit tenni. Locsoltunk, és itattunk, és fürdettünk, és megpróbáltuk úgy etetni őket, hogy átvészeljék ezt a nagyon forró helyzetet, ami nekünk is nagyon nehéz volt. De túl vagyunk, én nagyon remélem, hogy ezen túl vagyunk, és reménykedünk abban, hogy ezt a helyzetet talán a jövő meg fogja oldani. Igaz, hogy még a bürokráciának az útvesztőjében kavarog a menhelyépítésének a terve, de minden utat megjárunk, és mindent megmozgatunk ahhoz, hogy a tervek szerint decemberben át lesz adva nekünk az én előttem levő nagy épületnek, az új, tehát a menhelynek, illetve hát a menhely, az igazi menhely, ahol már lesznek babaszobák, nem kell idéglenes helyre vinni, befogadókat keresni. Nyilvánvaló, hogy az életkörülmények nem lesznek ilyen szélsőségesek, hiszen meg tudjuk oldani nyilvánvaló hűtéssel, fűtéssel a nagyon hideget, nagyon meleget, de mondom, ez nagyon idézőjelben, ez egy óriási nagy remény, és nekünk borzasztó nagy munkánkba fog telni, hogy ez napról napra és tégláról téglára ez
a reményünkbe teljesüljön. A nagy meleg elmúlt, reméljük ilyen formában vissza sem tér egyenlőre, az élet azonban megy tovább. Egyébként vannak nagyon sok jó szívű ember, és még talán a leginkább a legjobb szívűek, még azt mondom, hogy a fiatalokat érinti meg leginkább az állatoknak a sorsa, és a szülőkkel együtt már a gyerek visszajelzésére, mi nekünk ez a tapasztalatunk, azért mindig vannak nagyon jó emberek, akik egy zsák táppal, tehát ilyen inkább élelmiszerrel segítenek rajtunk. Viszont bevált nálunk az a módszer is kezd beválni, hogy fönn vannak a honlapon a gazdit kereső kutyák, illetve valamilyen szerencsétlenség útján bekerült kutya hozzánk, akik orvosi segítségre szorulnak, és bizony nem 2 forintos egy műtét, meg nem csekély pénzbe kerül még csak egy oltás sorozat sem, és akkor keresünk nekik úgy, mint az állatkertben, vagyis örökbefogadó szülőket, úgymond fél évre, egy évre, és hogyha havonta is, mit tudom én, segíti egy pár ezer forinttal, megmondja, hogy ő azt a bizonyos nevű kutyát szeretné segíteni, ezt a kutyát szeretné segíteni vele, ez most már úgy néz ki, hogy beválik ez a módszer, és akkor ő havonta átutalja azt a pár ezer forintot, és akkor meg tudjuk oldani, például van egy kutyánk, aki leszakadt a lába egy műtétkor, és megmentették, persze karcagon ugye nem tudják megműteni, 3-szor szállítottuk Szoboszlóra, 2-3 órás műtét, és ezt sorolhatnám idáig, és megúszta, a kutya van lába, csodálatos, szép kutya, már gazdihoz került, ugyan most keressük, mert onnan egy kicsit kikacsintott, de reméljük nagyon, hogy meg lesz a kutya, Ceglédre került, és ezt is úgy sikerült megoldanunk, meg kifizetnünk, ugye hát az Egyesület nyilvánvaló, nekünk nincs pénzünk, bár sokat ér bennünket ilyen visszavágás, hogy ti az adófizetők pénzéből éltek, mégse tudjátok a kutyámat befogadni, mert hát otthon nem vigyáz rá, hogy ne szülessenek utódok, nem ivartalanítja, nem kezelteti, nem zárja jól el, és akkor hát mi nem tudunk egy kutya aljjal mit kezdeni, ezt a gazdának kell megoldani. Segítünk megoldani, és ne tegyék azt, hogy kiteszik dobozba meg egyebek, tehát ha hozzánk fordulnak, segítünk. Legyen az olyan, hogy megelőző, tehát preventív legyen az a segítség, ami majdan nekünk sikerül ebből a spirálból kikerülni, hogy mindig az utószaporulattal nem tudunk mit kezdeni. A helyi állatvédők tehát dolgoznak tovább, reméljük a tervezett új épület megkönnyíti majd a munkájukat.